Üdvözlök, ismételten. Mindenkit! Mai nap is meg lesz a szokás szerint. Milyen szokás szerint? Semmilyen szerint se. A livestream, a napi stream. Mai téma lesz, hogy ismételten megszállt az ördög. Az ördög mivel alatt azt értem, szabad időmben. Most is! Néztem. Kb. 3-4-5 darab videót, aminek semmi értelmes nem volt. És aztán elgondolkoztam mostan, ebben a pillanatban, hogy miről is van szó. És összeállt a fejemben, mi is történt. Frissíti a Mozillát. Addig átmegyek egy másik böngészőbe. Ez a PMUN. Mi a ráerőszakoltatásnak köszönhetően került fel a gépre. Ugyanaz a helyzet az SM Player-re is, a Qubit Torrent-ra is. És nem gondolkoztam rajta, hogy miért is az van rajta. Jaj, de jó, ugyanaz van, mint hogy másik mondja, ilyen top listás forumok, melyik alkalmazások a jók, ugyanazok vannak fönt. Ugyanaz a helyzet a rádió. Nem a rádióval hallanak, és az a jó. Vagy hirdetésekkel, ez a jó. Pont az illeti meg a mai témámat, és összeállt a kép. Onnan is jön ez a YouTube-káros szakás. Onnan jön, én még jártam még középfokú, vagy általános iskola fokon, folyton a YouTube-ot nézték a többi. És többitől átvonalaztam ezt a pogány szakást. YouTube-on nézni videókat, aminek semmi értelme sem nincsen. Olyan videókat, ami számukra az annak évezetet ad szórakozást. Nem olyan, mint a GeForce-ozás. Hát azt is sok egy bittem volna GeForce-ozni. Nem lettek volna, ott nem kergettek volna. De kergettek, majd megkapják a büntetésüket. Nézzük, mit is fog beajánlani. Automatikusan elindult valami. És itt van ez a YouTube szokás. Hogy régen az volt a szokás. Ottan. Ha megnézted, mi a YouTube-nak az első oldala, és onnan nézték a videókat. Jaj, de jó! Itt van ez a Bitán Prince. De ezek voltak a top listások. Az már elég régen volt, hanem 2017-ben. Ez az a Brunice. És ezt nézik sokan, mert ezt kell nézniük. Ez nagyon soknak tetszik. És például egy témát. Ilyen. Bírom, hogy USB. Bírom, hogy USB. USB. És ki fog jönni egy fickó, szokás szerint, azt fog dumálni jó sokat. Itt van ez a fickó számtalan videónak kijön. Legelsőnek ő jön ki, mindenhol ki. Számtalanszor kijön. És itt van, hogy mik az. Ő kell keresni. Hoftus torzáta. És itt van ilyen, amik kijönnek. USB mini. USB stick. Best USB flash drive. Kit érdekel, hogy a legjobb? Szokás szerint a legjobb volt a köznép. De azt bénám, hogy best apps. És nagyon sokan már mennének behirdetéssel. Az a legjobb alkalmazások. Mit is lenne ilyen tartalmú videók is? Ahogy én megmondom, melyik a legjobb alkalmazások. És az a baj, amit én mondok, legjobb alkalmazások. Meg ittem volt a DistroWatch, mind-mind erőltetett. Mind-mind az erőszak által lettek hirdetve a csatornán. És amik ilyen erőszakos át lettek hirdetve, úgy abban nem vettétek volna észre, nincsenek ilyen jellegű videók. Azért nincsenek, mert nem sajátok. És az,
mindenkinek a sajátját szoktás feltölteni. És ez nem saját. Most ledobtak az internetről. Semmi baj se nincsen. Mert felvételezés van elindítva. Nem pedig nem streamelés. Most ismét van internet. És le lehet látni aztat. A Distrovácson milyen fők is vannak. Egyéb mások vannak, amik toplistások. Az is egyiknek az erőszaknak a formája. Aki arra hallgat, melyek a toplistás disztrók, az is egy erőszaknak a formája. Mert nem tudhassa az egyén, melyik a jó, melyik a rossz. Nem próbálta ki, hanem a közösség felé. Figyel! Mi is a jó, meg melyik nem jó. És itt is van ez az oldal. Megnyitom! És látszik a rajta! Hogy mi is van! Melyikek is a toplistásnak? Itt vannak a Papos, Debianok, Elementary, Solus, Fedora, Ubuntu Kirin, Kalin, CentOS, 18. helyen van. És itt elezzük fel. Jaj, ezek a jók! Akkor nyilvánvalóan kiválasztom a toplistásat, az MXI Linuxot, vagy a Manjarot. Most nem sértem őket, de ez is nem lehet tudni, melyik a jó. De nincsenek kipróbálva, melyiket is érdemes telepíteni. Nincs nagy értelme neki, akkor viszont telepítgetni. Mert a valóságban mindegyiken ugyanazok vannak. Mindegyiken nyitforráskódó alkalmazások vannak. Nagy feleslegesek. Kipróbálni. Itt van ez a ajánlatosabb bak. Szerintem jók vannak. Tetszettek? Nincsenek olyanok, amit saját eszelek próbáltam ki. Mind-mind fórumokról szedett lopott. Ötletek? Így most például bírom azt, hogy radnom. Sorsol egyet, és azt ki fogom próbálni. Vagy te mégsem. Green. Os. Alapból nézve Debian és az Ubuntu rendszert. Az alap verziója neki, azonnak a software csomagját van neki főtelepítőként. LibreOffice. Szlovák van benne, magyar is. Most nem az a lényeg, hogy mi van benne. Az az egyén mit tud kihozni bőle? Mennyire tud megélni bőle? Egy pénzt tud keresni? Azzal, hogy feltelepíti, közben meg a YouTube-on nézi, mi az USB. Ilyen ránék el a videóra. Best USB. Bele egy videó. Nem fogom elindítani. Úgyis egy reklám fog majd betöltődni. Azonban mind-mind amik vannak, ott mindig reklámok szoktak lenni. Szoktak legjobban reklámozva. In this video I'll be review. Ez nem lett. És megmondja, hogy mire is jó. Mikrofon. $100 van. Live streaming and protesting. Még itt van a másik, aki megmondja. A Linus Tech Tips. Mire is jó? Folyton ezek mondják meg. Ha nem vette volna valaki észre,
Mindig ők vannak a top listában benne. Azért, mert ők tudják a legjobban hülyíteni a köznépet. Kezdhetnék onnan, a legnagyobb probléma a köznépben, videókat néznek. Én nézem ezt a videót, mindenek van leírása, dokumentációja, hogy már rögtön a videóban nézem meg, már romlik az agyam. Romlik az agy kapacitása! Nem kell videókba nézni. Az a módszerre tart a legtovább. Valamit meg akarok csinálni, megnéznek jó sok YouTube videót, de nincs értelmük nekük. Egy résznek nagyon nehéz kitalálni, melyiknek van értelmes, melyik nem. Javarészt a 80%-nak nincs értelme, csak időhúzás. Vagy a leírásokat követni. Nagyon sok minden van itten. Közben játszódik! Mennyire is nehéz. Mind-mind ez a YouTube videózás az oktatásban jelentkezett. Ugyanaz, mint amikor elettek szoktatva, könyörögjetek. Könyörgök, tanárnéni! Nem tanárnéni volt, hanem tanítónéni volt. Könyörgök, tanítónéni, nézhessen végig a fias filmet még 5 percig! Mindent vége lesz! Akik könyörögtek, azok mind-mind hülyék voltak. Megelég ennek a 200 euróba, annyira vették, semmire az égvilágon nem vitték. Mivel szihapaták az oktatásban, akik voltak ottan. Ez ugyanez a helyzet. Nézed a YouTube-ot is, nézed azt hiszed, hogy okosabb lesz tőle. Nagyon színűséggel. Nem. Nézd, hogy hány ideje van már ez a videócska. Kb. Már 12 perce. Nézd, erről szól most a napi live stream. Hogy is romlatok meg legjobban meg. Most is, máma is 5 darab videót néztem, semmi értelme nincsen. Rá lettem arra szoktatva, szabadidőben virtuális tartalmat kell nézni. Nem csak ottan, nem itten, egész végig. A szabadidőt csak is virtuális tartalommal.